Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az Erdély TV nézőit. Ezúttal itthonról, a konyhámból, épp az ebéd készül a sütőben. És nagyon érdekes napokat élünk meg. Mi most már sokadik napja önkéntes karanténba vonultunk, és próbáljuk nézni az szép oldalát, a jó oldalát ezeknek a napoknak. Az, hogy sokat vagyunk együtt a párommal és a kisfiammal, nagyon sokat tudunk együtt játszani, foglalkozni a kicsivel, ami egy nagyon-nagyon fontos időszak. Mert úgy gondolom, hogy most nagyon fontos az, hogy egymásra odafigyeljünk, sokkal jobban odafigyeljünk, és hogyha nincs is személyes kontaktus a szeretteinkkel, mert az idősekkel nem találkozhatunk, akkor is érezzék a törődést, hogy minden nap gondolunk rájuk, hogy minden nap fontosak ők is. És mindenki. Mi kihasználjuk maximálisan ezt az időszakot arra, hogy olyan terveinket is megvalósítsuk, amelyeket már régóta tologatunk. Így én új dalok készítésébe is belefogtam, úgyhogy remélem, amint szabad lehet és alkalmas, akkor stúdióba vonulok, és majd megörvendeztetlek titeket ezekkel a dalokkal. Másrészt pedig tényleg kihasználjuk az időszakot, és erre buzdítalak titeket is, hogy próbáljátok ki új dolgokat. Ott van az internet, és számos olyan lehetőség, amelyet mondjuk meg lehet tanulni, el lehet olvasni, ki lehet próbálni, receptek, nyelvek, kézműves dolgok, és így húsvét körül azért jó is kipróbálni olyan kis kézműves tevékenységeket, amelyekkel mondjuk kidekorálhatjuk az otthonunkat. Mi most erre készülünk, illetve a húsvétra, amely merőben más lesz, mint amilyen volt eddig. De így visszagondolva egy fiatal koromban, és amikor Erdélyben otthon éltem, milyen nagy húsvéti partik voltak, és száz annyi locsoló jött hozzánk, mindenki leírta a nevét, aláírta órára pontosan, hogy mikor volt nálunk. Ez most nem lesz az idén, de jó lesz visszagondolni azokra az időkre, és kell bízni abban, hogy elő vagy utóbb túl leszünk ezen a nehéz időszakon. És valami új fog következni, valami teljesen más, de hinni kell abban, hogy jó lesz minden. Erősnek kell lenni lélekben, hitben, türelemben, alázatban, és én csak azt kívánom nektek, hogy legyetek egészségesek, maradjatok otthon is, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, és higgyetek abban, hogy hamarosan túl leszünk ezen a nehéz időszakon.